Sziasztok, én Ditka vagyok, ez pedig itt a Weekly Fix, és a mai adásban szó lesz arról, hogy miért késik a Cyberpunk 2077, miért lett bukás a Doolittle, és hogy alapjaiban változhatnak meg a Ubisoft játékai. Csapassuk is! Az utóbbi napok egyik szomorú híre volt, hogy majdnem fél évet késik a Cyberpunk 2077, most pedig kiderült, hogy miért halasztották el a megjelenést. Sokan arra tippeltek, hogy a CD Projekt Red fejlesztői nem állnak jól a tartalommal, de úgy tűnik ennek pont az ellenkezője igaz. Egy belsős információkkal rendelkező lengyel videójátékos podcast szerint a stúdió borzalmasan megszenved a játék konzolos optimalizálásával. Állítólag az alap Xbox One modellen alig akar elindulni a program legutolsó verziója, vagy ha mégis, akkor finoman szólva sem fut élvezetesen. Márpedig a cég nem szeretné megismételni a The Witcher 3 megjelenése kapcsán elkövetett hibákat és a rossz kritikákat kapni a játékgépek miatt, ezért, bár szinte befejeződött a fejlesztés érdemi része, inkább visszadobták az egészet további optimalizációra. A podcast szerint a PC-s verziót az esetleges butítások nem fogják érinteni. Idén több Oscar esélyesnek tartott alakítás még a jelöléshez sem volt elég. Többek között Jennifer Lopez, Adam Sandler és Eddie Murphy sem versenyezhetnek az aranyszoborért. Az akadémia régi tagjai elmondták, hogy miért. A New York Post kérdezgette a szavazókat, és az egyik válaszadó elmondta, hogy a Wall Street pillangói nem tekinthető Oscar filmnek, a színészek pedig Jennifer Lopezre inkább jelenségként tekintenek, és nem színészként. Azt is hozzátette, hogy a Csiszolatlan gyémántban nagyot alakító Adam Sandlerre valószínűleg a bugyuta Netflix komédiái miatt nem szavaztak elegen, mert nem érezték úgy, hogy a színész beleillene az akadémia imidzsébe, és sokan emiatt meg se nézték új filmjét. A Nevem Dolomájtal visszatérő Eddie Murphyben pedig azt kifogásolták, hogy túl feltűnően kampányolt az aranyszoborért. Sok kritika érte a Ubisoft közelmúltban megjelent játékait, amiatt, hogy játékmechanizmusukat tekintve egy kaptafára készültek. Ezen próbál most változtatni a cég. A Video Games Chronicle értesülései szerint alaposan átszervezik és kibővítik a cég nagyjából 100 designerből és producerből álló Editorial Team nevű csapatát, akik Párizsból irányítva határozták meg a kiadó játékainak arculatát, illetve a fejlesztések irányvonalát a játékdizájntól a forgatókönyvekig. Serge Hesco a csapat kreatív vezetője marad a pozíciójában, viszont az alá tartozó alelnököknek kiterjesztik a hatalmi jogkörét és egyúttal nagyobb kreatív szabadságot is kapnak. Az alelnököknek meg lesznek a saját IP-ik, és ezeknél sokkal inkább érvényesíthetik a saját vízióikat, mint korábban, mikor az összes projekt Hesco felügyelete alatt állt. Így remélhetőleg változatosabb, egyedibb játékokat kapunk a Ubisofttól a jövőben. És most következzen néhány villámhír. Leállították az Obi-Wan széria forgatását, a stábot hazaküldték, át kell írni a forgatókönyvet, a szériát pedig állítólag 6 részesről 4 részesre szűkítik. Ewan McGregor szerint a késés nem befolyásolja a tervezett bemutató dátumot. A Hellblade 2-t készítő Ninja Theory csapata új játékot jelentett be Project Mara címmel, ami ismét egy mentális betegséget fog bemutatni. Ed Sheeran mégsem egy rohamosztagost játszott a Skywalker korában, hanem ezt a figurát. Kiszivárgott egy kép az Xbox Series X eddig rejtegetett részéről, amin szokásos sportok mellett egy jelenleg ismeretlen rendeltetésű csatlakozó is található. Nightmare of the Wolf címmel egész estés animációs vajákfilm készül a sorozat alkotóinak közreműködésével. Az Európai Korhatárbesoroló Bizottság értékelte a Mortal Kombat Collection Online-t, vagyis úgy tűnik, hogy megkapjuk felújítva az első 3 epizódot. Végre teljesül minden hazai geek álma, ugyanis idén nyártól Magyarországnak is lesz saját komikkonja. A Budapest Comic Con augusztus 15 és 16 között kerül megrendezésre, és a rengeteg programmal, illetve világsztárokkal várja majd a látogatóit. A Play It és a Mind Show rendezvénysorozatok szervezője hozza be hazánkba a Comic Con sok külföldi és hazai filmsztárt, továbbá nemzetközi cosplay és anime hírességeket ígérve. Többek között közönségtalálkozókkal, szakmai beszélgetésekkel, filmes előadásokkal, videójátékokkal és képregényekkel, kártyajátékokkal, e-sport versenyekkel és vásárlási lehetőségekkel várják az érdeklődőket. A szervezők fokozatosan jelentik majd be a részleteket, beleértve a pontos helyszínt és a sztárvendégek neveit is. Ti kilátogattok majd? Írjátok meg a kommentek között. A tavalyi The Game Awards-on mutatták meg a PlayStation 5 egyik első játékát, a Godfallt, amiből most kiszivárgott egy játékmenet videó is.
A Redditre került fel a Counterplay Games fejlesztésében készülő akció szerepjáték több mint egy perces bemutatója, ami ugyan nem fest rosszul, de sokan csalódásként élték meg a grafikai prezentációt. A fejlesztők azonban Twitteren jelezték, hogy a kiszivárgott tréler egyéves, és nem a PS5-ös, hanem a PC-s verzióból vágták össze egy stúdión belüli prezentációhoz. A Counterplay azt is megerősítette, hogy hamarosan mutatni fognak valamit, ami már az akció szerepjáték jelenlegi állapotát tükrözi, ez pedig a fejlesztők leírása alapján mérföldkövekkel jobban néz ki, mint a 2019 elejé változat. Alig várjuk, ahogyan a 2020 végén esedékes megjelenését is. A nagyot bukó macskák után a Universal újabb számítógép kreált a beszélő állatokról szóló filmje is elhasalt a mozikasszáknál, de miért nem kellett a népnek a Robert Downey Jr. nevével fémjelzett film? A The Hollywood Reporter cikke szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy a stúdió úgy bízta Steven Gaggenre a filmet, hogy a rendezőnek nem volt tapasztalata a nagy költségvetésű, vizuális effektekre támaszkodó mozik terén. Továbbá, mivel a tesztvetítéseken is rosszul szerepelt a film, újraforgatásokat rendeltek el, amelyek során több komikus jelenetet erőltettek bele a történetbe, köztük azzal a legkínosabbal, melyben egy sárkány, elnézést a kifejezésért, telefingi a Doolittle arcát. Nem tudták eldönteni, kalandfilmet vagy vígjátékot akarnak csinálni, az utóforgatásokkal pedig lecsúsztak a kedvezőbb nyári bemutatóról. Ennyi volt erre a hétre a Weekly Fix, én megköszönöm a figyelmeteket. Ne felejtsétek el megnézni a csatornánkon az exkluzív Doom Eternal beszámolónkat, Taika Waititi portrénkat és az 1917 kritikáját. A fenti linken pedig megtaláljátok a hétvégi ingyenes játékokról szóló összefoglalónkat. Találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!